Egyre több a motoros, a biciklis az utakon, a nyári időszakban fokozott figyelemre van szükség a közlekedésben résztvevőktől. A balesetek elkerülésében próbál segíteni a rendőrség is. Vendégük a stúdióban a Megyei Baleset Megelőzési Bizottság titkára Szikszai Tiamér. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tényleg megnő ilyenkor a balesetek száma, a kerékpáros, motoros balesetek száma? Nyilvánvalóan, hiszen télen általában ezek a járművek le vannak téve egy-egy esettől eltekintve, hiszen mindig vannak azok, akik akár télen is közlekedés eszközként használják ezeket a járműveket. De a tavasz közeletté vagy idő időkövetkeztében egyre többen veszik elő, használják a kerékpárt akár mindennapos használatra is, aminek természetesen örülünk, de mivel minél többen belül, annál nagyobb a matematikai esélye is annak, hogy sajnos baleset következzen be. Ha kerékpáros baleset következik be, akkor mi a leggyakoribb? Lehet -e ilyet. Mondani. Okok közül? Igen. Hát ugye a leggyakoribb ok szerint a kanyarodási szabályok megsértéséből szokott eredni, főleg a balra bekanyarodás megsértéséből, a szabályának megsértéséből. Nagyon ritkán használják azt a metódust a kerékpárosok, hogy jobb oldalt megállnak, leszállnak a kerékpáról, és áttolják a kerékpárt akár egy útkereszteződésen. Van, ahol ez kötelező is főútvonalon például lakótereten kívül de tiltani nem tiltja semmi lakott területen belül sem, vagy egyéb útkereszteződésben sem, és ez a nagyon biztonságos. Ezt elmulasztják, azt gondolván, hogy jó esetben irányt jeleznek a balkezükkel, de nem előzi meg mondjuk egy hátratekintés, egy körültekintés ezt a manővert, vagy egy behúzódás középre. Tehát mindenképpen a körültekintés hiánya. És akkor ebből ugye a balra kanyarodás és egyéb kanyarodás szabályok megsértése az, ami okozza a baleseteket. Nyilván akkor beszélünk erről, amikor a kerékpáros az okozója a balesetnek. Egy pillanat még csak rögzítsük, hogy itt nem gyalogátkelő helyen való átkerésről van szó. Tehát nem, természetesen egy, egy nem. És a gyalogátkelő helyen mindig el szoktuk mondani, a kerékpárosnak bizonyos kivételtől eltekintve le kell szállni a kerékpárról, és át kell tolni a kerékpárt. Ugye kivételt képez az az, amikor kerékpáros átvezetés van az úttesten, hát ez a sárga szaggatott van. van, így van, a sárga szaggatott vonal, hogy közérthető legyen, akkor illetőleg, hogyha a kerékpárosok forgalmát, a kerékpáros fényező készülék, tehát a kerékpár is megjelenik a lencsében, a, a forgalmirányító fényező készülék lencséjében, akkor szabad rajta ülni. Ilyen is van több nyíregyház, akkor szabad a kerékpár ülni, bár akkor is már van, mellette a átvezetés. Ha ez nincsen, akkor mindenkit arra kérünk, hogy szálljon le a kerékpáról, hiszen itt is okozója lesz a balesetnek, hiába a gyalogátkelő helyen kell át. Nem ilyen egyszerű, nyilvánvalóan, tehát egy balesetnél sok mindent vizsgálunk, de nagy valószínűséggel okozója lesz a balesetnek a kerékpáros, hiszen nem kell a gépjárművezetőnek arra számolnia, hogy egy 4-5 km/h sebességű gyalogos helyett egy 20-25-30-akár 40 km/h érkező kerékpáros fog oda érkezni, elé, és nem fog tudni megállni. De akkor, hogyha egy kereszteződés közelít meg, akkor pedig jobbról húzódjon be középre, közben pedig akkor nézzen hátra. és Nem közben, előtte. előtte. Mindenképpen a, a, a manőver megkezdés és előtt nézzen hátra, győződjön meg a veszélytelenségről, jelezze a kezével a, az irányt, hogy ő szeretne balra, mondjuk a balra kanyarodásról beszélünk, balra kanyarodni, ha erről meggyőződött, a kezével jelzett, még egyszer győződjön meg balra tekintéssel, behúzódik középre, majd a, megkez, a megkezdése előtt szintén győződjön meg arról, hogy nem kezdték meg előzését, hiszen nem csak kerékpárral, motorkerékpár, sőt személygépocsival balra bekanyarodás megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy nem kezdték meg előzésünket, hiszen mi vagyunk a lassabb jármű, nekünk van baleset elhárítási lehetőségünk, és ez számon is kérjük a delikvensektől, tehát mindenképpen meg kell győződni arról, hogy biztonságosan be tudok ebbe arra kanyarodni. Ha Most ez a... megtörtént, akkor bekanyarodhatunk. Most egy kisebb fajta kreszt tanfolyamon vettük Igen. részt. Köszönjük mm. szépen. Viszont, hogyha a baleset történik, akkor is az autós az okozója, akkor mire nem figyel az autós? A kétvárosan. ha a gépjárművezető az okozó, akkor nagyon gyakori a jobbra kanyarodás során, tehát a gépjárművezetője jobbra kanyarodik, mellette pedig kerékpár út halad. Például a, a Vasvári Pál utcán elég gyakori ez, vagy pedig a, a mondjuk a Sóstaj úton, amikor egy jobbra kanyarodáskor az a jármű holt terében helyezkedik el a kerékpáros, egyszerre haladnak, talán végig a holt térben, hiszen a tempósan tud jönni a kerékpáros is, a gépjármű nem tud gépjármű tempóval, tehát nem egy nagyobb tempóval, meg betartja, bízunk benne az ősebesség hat, határait, és amikor odaér a jobbra kanyarodáskor, nem, néz a, nem vár egy-két másodpercet, hogy ha hol térben van valami, akkor azonnal kikerüljön, vagy oldalra nézése nem győződik meg, és ilyenkor elüti a jobbról egyenesen tovább haladó kerékpást. Ez az egyik ilyen lehetőség ami balesetet okoz, másrészt ugye a kivilágítási szabályokról, amiről beszéltünk, nem igazán veszi figyelembe a gépjármű vezetője azt, hogy az a sárga mellé, vagy más paraméterekkel rendelkezik, ki van világítva, és ettől függetlenül egy nagy forgalmú közel haladva elsodorja a kerékpárost. Tehát mindent megtett a kerékpáros az ő részéről, hogy elkerülje a balesetet, ettől függetlenül a gépén vezetője hát nem tart annyi időt szükségesnek, hogy várjon a szembe jövő gépjármű elhaladásáig, hanem nagyon közel halad a kerékpárosra és felborítja. Még egyetlen egy kérdés, és utána átérünk a motorosokra, hogy, hogyha családdal közlekedünk ott, van-e valamilyen szabály, vagy ha nincs szabály, akkor, akkor van-e valamilyen tanács, amit érdemes megfogadni, ha mondjuk tegyük fel két gyermekes család? vannak szabályok, ez a szabály az 12 éves korig vonatkozik igazándiból a családra, 12 éves kor alatt főutvonalon gyerek nem közlekedhet kerékpárral, akkor sem, ha apuka, anyuka ott van, úgyhogy ez egy ilyen szabály. Egyébként csak jó tanácsként tudjuk elmondani, hogy előttünk közlekedjenek a gyerekek, ha több szülő is van, akkor a szülők között, nyilvánvalóan, hogyha nem, akkor pedig a szülő előtt menjen a gyerek, tudjuk figyelni a mozgását, egy picit ki tudunk, védjük saját testünkkel, saját kerékpárunkkal a gyerekeket, és rájuk tudunk figyelni, rájuk tudunk szólni, ha olyan történik, és a gyerek akkor tud rá reagálni, még hogyha ez fordított történik, nem tudjuk, mi van mögöttünk, és ebből baleset következhet be. Motoros balesetek. A motoros, amikor vétkezik, akkor mi a fő? Leggyakoribb. A leggyakoribb? Hát a motorosoknál általában van az előzés. Tehát a jármű paraméteréből következő, következtében, és egy dinamikusabb jármű. Nem is mondhatom én azt mindig, hogy átlépik a sebesség a csak abba kell belegondolni, hogy ő egy elinduláskor, és nem lépi át az 50-et, de azt az 50 km/h már egy másodperc alatt eléri, még fel se kell, hogy váltson, és a következő lámpánál van. Ebből mit lát egy átlag állampolgár, hogy gyorsan mennek a motorok, meg nagy hangja van? Nem biztos. Tehát nem biztos, hogy átlépi ezt. Ott van a következő lámpánál egy dinamikusabb jármű, és ebből követ, ennek következtében az előtte lassan haladó gépjárművet meg fogja előzni amikor előz a motoros, hát ekkor nem biztos, hogy csak egy járművet előz, és nem biztos, hogy felméri, hogy előtte minden előzés feltétele adott, bekanyarodik el egy gépjármű, nyilván itt azért osztotta a beszélünk, de alapvetően ebből az előzésből származó történet az, ami balesetet okoz, illetve nyilvánvalóan a sebesség túllépésből, a kisodródásból, szilárdtájnak ütközésből, árokba adódó baleset. És még egy nagyon fontos dologról kellene beszélni, az pedig az utóbbi idő, időben elszaporodott rosszul létes balesetek. Tehát az, a mostani időjárás azért uh, még egy egészséges ember szervezetét is megviseli. A közlekedésben egyébként is fokozott figyelemmel kell lenni, és azért, aki tudja magáról, hogy olyan betegsége van, vagy családtagjáról, uh, ha nem fontos, akkor próbáljunk meg vagy a hűvösebb időszakban közlekedni, vagy más uh, eszközt igénybe venni, vagy megkérni valakit, hogy vigyenek minket, hiszen azért. Uh, egy bizonyos betegség, fokozat, betegséggel, még ha egyébként vezethetünk is, és az orvos el engedélyt adott, azért mindenki tudja, hogy kockázatosabb. Tehát azt azért mindenki vegye figyelembe. Ezen túlmenően van-e valamilyen tanács, amit érdemes megfogadni, hogyha autóba ülünk ebbe a nagy kánikulába? Véleményem szerint például a klímaberendezés az ma már nem kényelmi, hanem biztonsági berendezés. Sajnos minden évben van olyan személyisérüléssel járó közlekedési baleset, amit az okoz, hogy lehúzott ablaknál darázs méhecske repül be az utastérbe, és zavarja meg a gépjármű vezetőjét. Tehát egy jól beállított és jól használt klíma nagyon sokat segít, főleg egy hosszú távú utazásnál, hiszen nem veszi el a figyelmét a gépjárművezetőnek az, hogy most legyezze magát, izzad, tekergeti az ablakot, a, a ventilátort, stb. Tehát ez egy e, ilyen fontos dolog. A folyadékbevitel meg egy fontos dolog, tehát próbáljunk meg mindig a vezetés során, vezetés alkalmas állapotban lenni. Legyünk kipihentek, ne legyünk fáradtak, vegyük figyelembe a, hát igen, hogyha meg lehet tenni, vegyük figyelembe ugye, azokat a sajátosságot, amit adott út, tehát hosszú útra indulunk, akkor mivel készüljünk, rövidebb úton, nyilván teljesen más dolgokat kell figyelembe venni de egy hosszú útnál, például tényleg mindig legyen elérhető közelségben mondjuk egy víz és olyan eszközök, amik kellenek. Köszönjük szépen, hogy itt voltálunk. Nagyon szívesen.